Negyedik lakás, második fejezet Segíts meg, Istenem, abban, amibe keveredtem. Már elfelejtettem, miről is beszéltem, mert az ügyek és az egészség miatt jobb időkre kell halasztanom. És mert rövid az emlékezetem, minden össze fog keveredni, mert nem tudom újraolvasni, és talán az egész zavaros, ahogy mondom. Legalábbis én ezt érzem. Úgy rémlik, a lelki vigasztalásokról beszéltem. Minthogy ezek néha szenvedélyeinkkel keverednek, zaklatott sírásra indítanak. Sőt, egyesektől azt hallottam, majd megszakad a szívük, és olyan külső jelenségeket is tapasztalnak, amelyek fölött nincs hatalmuk. Olyan ereje van ennek, hogy orrukból megered a vér, és ehhez hasonló kellemetlen dolgokat okoz. Erről én semmit sem tudok mondani, mert velem nem történt ilyen. De szolgáljon vigasztalásul, mert mindaz, mint mondtam, azt a vágyat erősíti, hogy kedvére tegyünk Istennek, és örömet szerezzünk ő felségének. Amit Isten ízelítőjének nevezek, s amelyet másút a nyugalom imájának neveztem, nagyon különbözik ettől, ahogy meg fogjátok érteni, ha már megtapasztaltátok Isten irgalmából. Hogy jobban megértsük, képzeljük el, hogy két kutat látunk egy-egy medencével, amint megtelnek vízzel, mert nem találok a víznél alkalmasabb dolgot bizonyos lelki dolgok megmagyarázására. Keveset tudok ugyanis, és képzeletem sem segít, s annyira barátja vagyok ennek az elemnek, hogy mindig nagyobb figyelemmel szemlélem, mint más dolgokat. Mert mindabban, amelyet egy ilyen nagy és bölcs Isten alkotott, sok titoknak kell lennie, amit hasznunkra fordíthatunk. Így is tesznek, akik értenek hozzá. Noha azt hiszem, minden kicsi dologban, amit Isten teremtett, legyen bár csak egy hangyácska, sokkal több minden van, mint amit mi megérthetünk. Ez a két medence különböző módon telik meg vízzel. Az egyikben messziről jön a víz, sok munkával, hosszú vízvezetéken át oda vezetve. A másik magára a forrásra épült, s minden zaj nélkül telik meg. S a forrás bővizű, mint ez, amelyről beszélünk, akkor miután a bedence megtelt, nagy patak árad ki belőle. Nincs szükség semmilyen beavatkozásra, sem vízvezetéket nem kell építeni hozzá, hanem mindig víz árad ki onnan. A kettő között az a különbség, hogy amelyik vízvezetéken jön, véleményem szerint azokat az örömöket jelenti, amelyekről korábban mondtam, hogy az elmélkedésben kapjuk meg őket. Ezeket ugyanis gondolkodás útján, az elmélkedés során, a teremtmények által támogatva és értelmünkkel fáradozva nyerjük. És minthogy ez végső soron szorgalmunk eredménye, ezért zajcsap, ahogy felgyűlik a lélek számára szerzett haszna. A másik kútba a víz közvetlenül a forrásból jön, amely Isten és így, amikor ő felsége akarja és jónak lát megadni valamilyen természet feletti kegyelmet, olyankor nagy békével, nyugodtsággal és csendességgel létrehozza azt önmagunk legbensejéből. Nem tudom honnan és hogyan, és azt sem, hogy ezt az örömöt és élvezetet miként lehet érezni itt a szívben. Úgy értem az elején, mert utána mindez felduzzad, s ez a víz bejár minden lakást és képességet, míg el nem ér a testhez. Ezért mondtam, hogy Istentől indul, és bennünk ér véget. Mert bizonyos, ahogy meg fogja látni, aki majd megtapasztalja, hogy az egész külső ember élvezi ezt az ízelítőt és gyengétséget. Most néztem, mi alatt ezt írtam, hogy az említett versben, Diletaste Kormeun, azt mondja, hogy szíve kitágult. De, mint mondtam, nem úgy értem, hogy ez a dolog a szívből születik, hanem valami még bensőbb részről, igen mélyről. Úgy gondolom, ez kell legyen a lélek központja, ahogyan később megértettem, és majd el is mondom. Mert sok titkot látok önmagunkban, amelyek gyakran megrémítenek, és mennyivel többnek kell még lennie belőlük. Ó Uram és Istenem, milyen nagyok a Te nagyságaid! Mi pedig úgy élünk itt, mint az ostoba pásztorocskák. Úgy érezzük, felfogunk valamit belőled, de ez annyi, mint a semmi, hiszen bennünk. Magunkban is hatalmas titkok vannak, amelyeket nem értünk. Azt mondom, annyi, mint a semmi, ahhoz a nagyon-nagyon sokhoz képest, ami benned van, és nem azért, mintha ne lennének nagyok a nagyságok, amelyeket látunk, még azok is, amelyeket a te műveidből fel tudunk fogni. A vershez visszatérve, hasznosnak találom most ezt a kitágulás szót, mert úgy érzem, amikor elkezd felfakadni bensők mélyéről ez a mennyei vízforrás, amelyről beszélek, úgy tűnik, mintha egész bensőn kitágulna és szélesedne, és olyan javak keletkeznek, amelyeket el sem lehet mondani, és a lélek sem képes felfogni, mit kap ott. Valamilyen illatot érez, mondjuk így mintha egy parázs tartó lenne abban a belső mélységben, amelyre illatszereket hintenek. Nem látszik a fénye, sem az, hogy hol van, de melege és illatos füstje átjárja az egész lelket, és, mint mondtam, nagyon gyakran a test is részesedik belőle. Nézzétek csak, és értsétek meg, hogy valójában nem érzünk sem meleget, sem illatot, mert kifinomultabb dolog ez, mint azok, hanem csupán így akarom világossá tenni számotokra a dolgot. És akiknek nem volt benne részük, azok is fogják fel, hogy valóság ez, valóban így történik, és hogy a lélek sokkal világosabban felfogja, mint ahogy én most elmondom. Nem olyan dolog ez, amit be lehet képzelni, mert akármilyen igyekezettel próbálnánk is, képtelenek volnánk eljutni rá, és azt látjuk, hogy nem a mi fémünkből, hanem az isteni bölcsesség igen tiszta aranyából van. Itt, úgy gondolom, nem egyesültek még a képességek Istennel, csak elmerültek benne, és szinte megdöbbenve nézik, mi történik. Lehet, hogy ezekben a belső dolgokban ellent mondok annak, amit másut mondtam. De nem csoda, mert szinte 15 éve, hogy megírtam, és talán több világosságot adott már az Úr ezekben a dolgokban, mint amennyit akkor felfogtam. Akkor is, most is tévedhettem mindenben, de nem hazudtam, mert Isten irgalmából előbb szenvednék ezer halált. Ahogy megértem, úgy mondom. Nagyon úgy tűnik számomra, hogy az akaratnak valamiképpen egyesülnie kell Isten akaratával. Az ima valódisága azonban az ezt követő hatásokban és cselekedetekben mutatkozik meg, mert nincs jó próbaköve. Óriási kegyelem, ami urunk részéről, ha felismeri, aki kapja, és nagyon nagy, ha nem fordul vissza. Akarjatok tehát, leányaim, arra törekedni, hogy a tiétek legyen ez az imádság. Igazatok van, amint én is mondtam, nem képes felfogni a lélek, amit az Úr ott tesz, és hogy milyen szeretettel közelíti őt önmagához. De bizonyosan vágyik megtudni, hogyan érhetjük el ezt a kegyelmet. Elmondom nektek, amit ebből megértettem. Engedjük, hogy az Úr akkor tegye, amikor jónak látja, és azért tegye, mert ő felsége akarja, és nem másért. Ő tudja a miértjét. Nekünk nem kell ebbe beleavatkoznunk. S ha megtettük, amit az előző lakásokban, akkor alázat, alázat. Mert ezen keresztül engedi meggyőzni magát az Úr, valahányszor kérünk tőle és az első, amiben meglátjátok, megvan-e bennetek, az az, hogy nem gondoljátok, megérdemlitek az Úrnak ezeket a kegyelmeit és ízelítőit, sem, hogy még életetekben meg kell kapjátok. Azt mondhatjátok erre, hogyan érhetjük el őket úgy, hogy nem törekszünk rájuk. Erre azt válaszolom, hogy nincs jobb módja, mint amit most mondtam. Ne törekedjünk rá, mégpedig a következő okokból. Először is, mert az ehhez szükséges legelső dolog, hogy érdek nélkül szeressük Istent. Másodszor, mert a kicsinél is kisebb alázat azt gondolni, hogy nyomorúságos szolgálataink révén elérhetünk ilyen nagy dolgot. Harmadszor, mert az az igazi felkészülés erre, ha arra vágyunk, hogy szenvedjünk, és utánozzuk az urat, nem pedig ízelítőkre, hiszen végtére is megbántottuk őt. Negyedszer, mert nincs lákötelezze ő felsége, hogy megadja nekünk ezeket, amin dicsőségét sem köteles megadni azért, mert megtartjuk az ő parancsait hiszen mindezek nélkül is üdvözülhetünk, és ő jobban tudja nálunk, mi való nekünk, és ki szereti őt igazán. Egészen biztos ez, jól tudom. És ismerek embereket, akik a szeretet útján haladnak, ahogy menniük kell, hogy csak az ő megfeszített Krisztusukat szolgálják. És nem csak, hogy nem kérnek ízelítőket, de nem is vágynak rájuk sőt, azt kérjék, ne kapjanak belőlük ebben az életben. Ez így igaz. Ötötször, hiába is fáradoznánk, mivel ez a víz nem vízvezetéken átjön, mint az előbbi. Ezért, ha a forrás nem akarja megadni, akkor keveset használ minden fáradozásunk. Azt akarom mondani, hogy bármennyit elmélkedünk is, és sanyargatjuk magunkat, és könnyeket ontunk, attól még nem fakad fel ez a víz. Csak annak adatik meg, akinek Isten akarja, gyakran olyankor, amikor a legkevésbé várja a lélek. Az ővéi vagyunk, nővérek. Tegye velünk azt, amit akar. Vigyen oda, ahová jónak látja. Úgy hiszem, aki igazán megalázza magát és megszabadul, azt mondom igazán, mert nem csak gondolatainkban kell, amelyek sokszor megcsalnak, hanem hogy teljesen elszakadjunk mindentől. És akkor nem mulasztja el az Úr megadni nekünk ezt a kegyelmet, és sok mást is, amit kívánni sem tudunk. Dicsértessék és áldassék mindörökké. Ámen.